Sziasztok! Mi vagyunk a The Blue Bay Foxes! A zenekar most áprilisban lesz 3 éves, tehát nagyon fiatal korban vagyunk. Igazából Fehérvárról ismertük meg egymást főleg, és akkor itt Pesten kezdtünk el együtt lógni mindenfele, és akkor utána jött az ötlet, hogy csináljunk egy zenekart. Ez a közös zenei ízlés az, ami így összehozott minket, az meg is határozza nyilván, hogy milyen zenekart csináltunk utána. Teljesen gitárközpontú a zenénk. Alternatív rock vagy indie rocknak lehet ezt behatárolni. Ez természetesen jött belőlünk. Igazából hallható, hogy milyen hatások érnek minket, de szerintem itthon másabb is, amit csinálunk. Bálint a frontember és a zenekarvezető a csapatban. Ő az ilyen közös kapocs köztünk igazából. Bandi a technikai részét ismeri a legjobban, főleg azért felett. Balázs a jó kedvéért. Minél többet együtt vagyunk, annál jobban egymásra hangolódunk, és van, hogy 3 napot próbálunk egymás után, utána pedig alig várjuk, hogy beugorjunk a turnébuszba, és még 3 napot együtt legyünk. Leginkább azért a 20 évesek, akik meglepően, de érdeklődnek még mindig ugye a gitárzene iránt. Azt látjuk, hogy Pesten van egy egyre szélesebb közeg, igen, aki szereti ezt az angol nyelvű, kicsit külföldi zenét, tehát szerencsére ez a réteg is egyre inkább növekszik. Budapesten és vidéken is, akik nem csak olyan előadókat hallgatnak, akik szembe jönnek velük mindenhol, hanem keresik a friss magyar angolul éneklő zenét. Itt vagyunk az állatkertben. Az ismerőseink megajándékoztak minket egy róka örökbefogadással. Mindig az oldottság és a jó kedv tud egy-egy konfliktusot átlendíteni szerintem. Itt a család. Főleg az egy zenekar, ez egy mini család, tehát itt meg kell tanulni, hogy kell együtt dolgozni, hogy kell együtt élni. Nagyon kell a másikat is tolerálni, de a végén tényleg mindig a jó kedv, meg a humor segít abba, hogy átlendüljünk a döccenőkön. Megvan Róka, az egy madár. Miklós sajnos nem találtuk meg, de valószínűleg azért van, mert ő a félénkebbik hím. Előnyünk az, hogy angolul csináljuk a zenekart, és hogy ez nyitva tartja azt a kaput, hogy külföldre is tudjunk majd nyitni. Egyértelmű céljaink vannak ezzel, de azt gondoljuk, hogy szükséges egy alap a saját országunkból, ami elindíthat minket ezen az úton. A zenei alapokat az főleg én szoktam levinni a terembe, és akkor ott vesézgetjük, próbálgatjuk, mindenki hozzárakja saját magát. Mondják a srácok, hogy ő nagy diktátor vagyok a folyamat közben alatt, de szeretjük ezt együtt gyúrni, tehát a végeredmény az mindig egy összerakott, mindegyikünk által hozzáadott dolog lesz. Szövegben mindig ilyen mindennapi dolgok kerülnek elő. Ezek apró kis történetek, de nem bánom, ha az igazság mögötte kicsit titokban marad. Ennek az indie rocknak a sajátosság az, hogy egy szomorú dolgot mesél el egy dal a lehető legvidámabban. Inspirálódni meg szerintem bőven tudunk a városból.
Szeretnénk itthon egy olyan zenekarrá válni, aki tényleg állandó részvevő a fesztiváloknak, megtölt Budapest és vidéki klubokat is, de hát ez az, amit szeretünk csinálni. Tehát az alkotás, a megvalósítás, a koncertezés, ebből ezért zenélünk, tehát ez a kihívásoktól lesz valamilyen.